Köszöntöm a miniszterelnök jelölt urat Ajkán. Örülök, hogy eljött hozzánk is. Sok elfoglaltság van mostanában. Tegnap ugye Londonban járt például. Hát tegnap reggel jöttem haza, így van. Igen, és milyen benyomás van az ottani magyarok hangulatát tekintve? Hát én azt látom, hogy ők nagyon szeretnének változást Magyarországon. Vannak, akik természetesen hosszú távon gondolkodnak Londonban, de nagyon sokan hazajönnének, hogyha változás lenne Magyarországon. Az ellenzéki összefogásról szól, hogy nekem eszembe jutni a káosz elmélet. Ön hogy van ezzel, hogy nem muszáj mindenre válaszolni, csak arra kell figyelni, hogy jól jöjjünk ki belőle, vagy hogyan kezel ezt a helyzetet, mert voltak korábban, most már talán kevesebb kibeszélés van. Igen, most egy picivel úgy látom, hogy fegyelmezettebb lett az ellenzék, az összefogás, megértették, hogy most már közeledik a kampány, úgyhogy ideje a sorokat rendezni. De egyébként őszintén szólva az, hogy vita van egy politikai oldalon belül, az jó. Tehát én azt láttam, én, aki korábban a Fidesz szavazó voltam, az első Orbán kormányt 98-2002 között az elmúlt 30 év legsikeresebb kormányának tartom, az utóbbi három Orbán kormányt 2010 után a legsikertelenebb kormányának tartom. Mi a nagy különbség? Hát ugyanúgy Orbán Viktor a kormányfő, az a különbség, hogy nincs vita. Hogy akkor egy koalíciós kormány volt, akkor még voltak demokratikus viták, egyeztetni kellett és okos döntéseket hozni, kompromisszumok kiérlelve. Most, ha Orbán Viktor álmodik valamit, másnap reggel az alkotmányt is tudja módosítani, és nincs kontroll. Nincsenek ott olyan szakemberek, akik értenének például ahhoz, hogy nem hat termék árának a befogyasztásával lehet megfékezni az inflációt, hogy a kereskedők azt szétterítik majd ez a többi termékre. Ott hagyták a gondolkodó képes tanácsadói? Vagy hát nem tűri, meg. Egy diktátor, és a történelem sok példát mutat erre, az nem tűri az ellenvéleményt. Így aztán a szakértelmet sem tűri. Nem Orbán Viktornak kell lenni a Ceausescu mintájára a legjobb szakértőnek. Ő az első hullám alatt napra pontosan megmondta, hogy mikor lesz a csúcs az első hullámnak. Senki nem várja el ezt tőle. Én azt gondolom, hogy egy miniszterelnök az ne a Tudományos Akadémia elnökének a szerepébe tetszel legyen, az ne ellen a Ceausescut játszon, hanem felelős döntéseket hozzon szakemberek bevonásával. Még egy picit a múltra utalva, mennyiben befolyásolták Amerikában szerzett tapasztalatai a kampány hűtését a karácsony időszakban? Tehát azt hiszem, azt mondta akkoriban, hogy nem fogjuk bírni egészen a választásig ezt a rendületet, ezt a tempót. Tehát illetve, hogy azért pihentünk meg az előválasztás után, mert szemben a Fidesszel nekünk nincsenek korlátlan anyagi erőforrásaink, nekünk igenis be kell osztani az emberek energiáit is, és az anyagi fedezetet is, és ezt a kampányra fogjuk fókuszálni, de most már elkezdtük mi is, tehát azt látom, hogy még mindig tized annyit költünk, mint a Fidesz, még mindig csak tized annyi plakátunk van, mint a Fidesznek, de az, hogy elindult a kampány egyáltalán, arra nagyon büszke vagyok, és végtelen hálás vagyok azoknak az embereknek, akik akár aktivistaként támogatják a kampányt, csak így lehet eljutni az utolsó település utolsó postaládájába is, és azoknak is, akik anyagilag támogatnak bennünket, csak az ő pénzükből tudunk óriás plakátokat venni, vagy közösségi média hirdetést is, enélkül nem lehet győzni, úgyhogy köszönöm a támogatást. És nyilván nehéz fölvenni a harcot a Fidesz pénzszórásával, de van ebben pozitív üzenet, például az, hogy minél jobban kiürül az államkassza, annál nagyobb bajban van a kormánypárt vélhetően. Ez biztosan, bár ez nekem nem annyira pozitív, ez az üzenet. Meglehetősen aggódva nézem azt, így van. Vannak, akik már odáig jutottak, hogy azt mondja, nem baj, egye meg, amit főzött, de nekünk az országnak nincs még négy évre arra, hogy mi legyünk az egész Európai Unió legmagasabb halálozást produkáló nemzete. Tavaly 21-ben Magyarországon a II. Világháború óta a legtöbben haltak meg, és ebben az évben az egész világon a Covid-járványban Magyarország veszítette el a legtöbb lakost lakosság arányosan. Tehát Orbán Viktornak az egyik kormányzási eredménye az, hogy a leghalálozóbb ország lettünk, a másik, hogy a legkorruptabb ország lettünk, a harmadik, hogy a legszegényebb ország lettünk. Az egész Európai Unióban átlagosan második legszegényebb, de csak nálunk van olyan, hogy a lakosság 74%-a az uniós szegénységi küszöb alatt él. Tehát ebben a tekintetben igenis Magyarország már a legszegényebb az egész Unióban. Tehát ezen kell változtatni, mi nem hagyhatjuk, hogy Orbán Viktor fejére omoljon az, amit készített, épített, mindenkinek meg kell menteni ezt az országot, és ehhez mindenkinek el kell menni harmadikán, és mindenkinek az Egyesült Ellenzék közös jelöltjére és közös listájára kell szavazni. Itt Ajkán nyilvánvalóan Rig Lajos, a közös ellenzéki jelölt, és a közös ellenzéki listára kell még szavazni. Tavaly még azt gondoltuk néhányan, bevallom én is, hogy esetleg föláll majd egy árnyék kormány, ami alkalmat ad összehasonlításokra is mondjuk. Ez azonban nem történt meg. Elkészült közben az ellenzék programja, választási programja, és a legújabb hír, hogy most már arcokat is tudnak társítani a program mögé, de nem, ez nem árnyék kormány, hanem egy szakértői
Ez egy testület. Én általam árnyékkormánynak nevezett testület, ugyanis az árnyékkormánynak azt a feladatát betölti, amit más bejáratott demokráciákban is, hogy a kormány intézkedéseire a válaszokat ezek a szakértők adják meg minden területen. Azt valóban nem ígértem senkinek, hogy miniszter lesz majd az április 3-i választás és remélt győzelem után. Az egyetlen kivétel Hatházi Ákos. Hatházi Ákosnak a korrupció ellenes harca annyira fontos, hogy őnek ez ehhez szükséges tekintélyt egy miniszteri, egy tárca nélküli miniszteri tárcát. És gondolom, ebben konszenzus is van a többi partnerrel. Teljes konszenzus van, megértették a pártok azt, hogy én nem akarok tárcákat osztogatni, most feladatok vannak, meg kell nyerni a választást. Egy szinte reménytelennek tűnő, óriási küzdelem van, egy erőforrásokban bővelkedő, gátlástalanul hazudozó kormánypárttal szemben, minden héten új hazugságokkal jönnek ki, 4 másodperces mondatfoszlányokat megmásítanak, kicsavarnak, és ez egész történetet építek fel ezekre a hazugságokra. Nyilvánvalóan soha nem mondtunk olyat, hogy megszüntetnénk a rezsicsökkent, és visszavennénk a 13. havi nyugdíjat, migránsokat hoznánk be, meg hasonlók, de a Fidesz ezeket olyan hatékonysággal, olyan vehemenciával terjeszti, hogy sajnos nagyon sok tapasztalatlan embert megtévesztenek. Tehát nekünk egy óriási küzdelem van, most erre kell fókuszálni, nagyon örülök ennek a rendkívül felkészült szakértői csapatnak, a mi árnyék kormányunknak, de most nem minisztériumok osztogatásáról beszélünk, meg kell nyerni a választást. De nincs kizárva, hogy közülük kerülnek. Abszolút nincs kizárva, de senkinek semmilyen ígéretet nem tettünk, Hatházi Ákost kivéve. Lehet-e tisztességesen reagálni tisztességtelen vádakra? Tehát gondolok itt az 5 millió forintos pályázata, hogy ez mennyire szűrt a higgadság, vagy mennyire lépett ki a szerepéből? Mert gondolom, visszhangokat már hallott erről. Nem, nézze, azt sokan vitatják, hogy az én módszerem azok mennyire hagyományosak. De az igazság, hogy a hagyományos ellenzéki erők a hagyományos módszereikkel soha nem tudták leváltani Orbán Viktort. Mi azért megnyertünk már 2 választást Hódmezővásárhelyen, sőt mindenki meglepetésére az ellenzéki előválasztást is megnyertük. Hogyha mi beletörődünk abba, hogy csak a Fidesz simogatással próbáljuk, és a véleményünk óvatos elmondásával próbáljuk azokkal a hazugságokkal felvenni a küzdelmet, amit aztán a mi kapacitásunkhoz képest 10-szeres erővel nyomnak, és 10-szer annyi emberhez tudnak eljutatni, az eleve reménytelen. Ha nincs valamiféle botrányszaga, ha nincs valami, amitől áttörő ezt a buborékot, amiben a Fidesz média zárt bennünket, akkor a mi üzenetünk nem jut el az emberekhez. Igen, akkor, amikor a homoszexuális polgártársaink védelmében a fideszes homoszexuálisokról beszéltem, most már mindenki tudja, hogy valóban a Fideszben van a legtöbb meleg egyébként, vagy akkor, amikor a migráns nem behozata... Nem tart az ilyen kijelentések viszont? Nem, ezek tények. De rendben van. De nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezzel még a Fideszre szavazó emberek is megértik, hogy nem szégyen az, hogyha valaki meleg. És ez a legfontosabb. Nyilvánvaló, hogyha ő annyira haragudna a melegekre, akkor soha nem szavazna a Fideszre. Tehát ezt viszonylag egyszerűen lehet kezelni. Ugyanez a helyzet a migránsokkal is. Ugye a migráns kérdést is sajnos ezen múlt az előző választás, azt kell mondjam, 2018-as. Ez most nem fog ezen múlni. Mégpedig azért nem, mert kiraktuk a migránszámlálót, és még a legtájékozatlanabb emberek is rájöttek. Ezt is sokan bírálták. Sokan bírálták, igen. Azok az emberek, akik soha nem nyertek még választást. Ők bírálták, de hát még elnézést kérek. Most a Fidesz nem a migráns kampányra építi a győzelmét, az ő általuk remélt győzelmet, amit mi igyekszünk megakadályozni természetesen. Azért nem, mert most már az utolsó kocsmában is tudják az emberek, és kinevetik azt, aki azt akarja mondani, hogy az ellenzék migránsokat akar behozni. Mindenki tudja, hogy csak a Fidesz hozott be migránsokat, és hogy mi még azokat is ki fogjuk űzni ebből az országból, akiket bűnöző létikre engedett be Orbán Viktor. Ön említette Hódmezővásárhelyi győzelmeiket, vagy győzelmeit. Úgy tudom, ott egy sikeres helyi közlekedési tenderen vannak túl. Tényleg túl vannak rajta? Tehát nincs peres következményei annak, hogy... Mi túl vagyunk a tenderen. Lázár János följelentett bennünket akkor az önkormányzatot korrupcióra. A rendőrség kivizsgálta és megállapította, hogy semmi korrupció nem volt, hogy a Volánnak nem volt érvényes szerződése. Mi ennek ellenére egyébként meghívtuk a Volánt, hogy vegyen részt azon a nyílt tenderen, amelyen végül a Volán nem adott be ajánlatot, de tudjuk, hogy ők 243 milliót adtak volna be éves szinten. A győztes ajánlat pedig az addigi 110 millió, sokkal kisebb Volán szerződéssel szemben 96 milliós volt, azt hiszem, 96 vagy 98, tehát a város rengeteget nyert ezzel, ingyen, óránkénti buszjárat van, olyan városrészeket fedünk le, ahol korábban nem volt, más fontos városrészekben napi 6 járat helyett most napi 30 járat van, és az egész ingyenes a lakosoknak, és a városnak kevesebbe kerül, mint korábban a Volán. És ebben semmi korrupció nem volt, a rendőrség pecsétes papírja bizonyítja. Ettől még tudjuk azt, hogy pont azok, akik a legtöbbet lopták ettől a
nemzettől, azok állandóan bennünket igyekeznek nem csak migránsbetelepítéssel, meg meleglobbival, hanem korrupcióval is vádolni. Mennyire nevetséges ez Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányától. Ezt az úgynevezett helyi közlekedési tendert át lehet-e ültetni esetleg más hasonló méretű városokra is? Vagy milyennek a titka? Mert ugye a volán milyen, az behálózza az egész országot. Milyen érdekes, hogy az ön polgármestere is pont erről kérdezett engem. Éppen az én héten tárgyalta a közgyűlés ezt a dolgot. És át lehet ültetni, Baján és Egerben már megvalósították, tehát Hódmezővásárhely lehet, hogy egyfajta első fecske volt, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy korábban Budaörsön és Dunakeszin nem volt már Magyarországon egy teljes mértékben az önkormányzat által finanszírozott ingyenes tömegközlekedés, hanem hogy a mi esetünkben úgy tudtuk ezt megoldani, hogy nekünk jár az állami normatíva is, tehát a mi most már nem 110, hanem csak 98 milliós költségünkből 50-et az állami normatíva fedez, tehát a vásárhelyi adófizetők rengeteg pénzt megtakarítottak, és közben ingyen utazhatnak. Ezt a modellt most Baja és Eger is követte, úgyhogy én gondolom, hogy lesznek még követőink. Még egy kérdés befejezésű, hogy biztosan tudja, hogy miért kérdezem, hogy csodavárónak tartja-e magát? Igen, abszolút csodaváró vagyok. Egyrészt azért, mert vallásos ember vagyok. Én már akkor minden vasárnap templomba jártam, amikor Orbán még a kommunista ifjúsági szövetkezetben aktivistáskodott, vagy amikor még liberális volt, és azt mondta, hogy ameddig ő lesz a Fidesz elnöke, a Fidesz mindig is egy liberális párt marad. Én most is templomba járó keresztény vagyok, és bár nem tapasztaltam meg korábban, de most az elmúlt 4 évben magam is az életemben nagyon sokszor megtapasztaltam a csodát. Én számomra az is egy csoda, hogy Hódmezővásárhelyen egy jobboldali, mindig Fideszre vagy elődjeire szavazó városban nagy arányjal, 57%-kal előztük a Fideszt, hogy ezt megismételtük 1,5 évvel később úgy, hogy a város 10 körzetéből 9-et ugyanilyen nagy arányjal megnyertünk, és az is egy csoda volt, be kell valljam, hogy tavaly egy úgymond baloldali ellenzéki előválasztáson én jobboldali létemre a baloldali barátaink, testvéreink támogatásával az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje lettem. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan csodák, amely nagyon sok lelkes ember kitartó támogatása nélkül nem sikerülhetett volna, és amely megteremtette azt a lehetőséget, hogy most még az eddig Fideszre szavazók, meg sok esetben passzívak is láthassák azt, hogy Magyarországon végre nem nagy tolvajokat akarunk kis tolvajokra cserélni, nem arról szól a kérdés, hogy ki fog lopni, hanem hogy megszüntetjük a lopást. Most lesz elszámoltatás, minden ellenzéki párt egyetértésével létrehozunk antikorrupciós ügynökséget, és csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. És az Európai Ügyészség most tartóztatott le Horvátországban egy olyan politikust, akit a horvát hatóságok nem. Az Európai Ügyészség nem fogja nézni azt, hogy ellenzék kormánypárt, bal vagy jobb oldal, a korrupció az korrupció, és minden korrupciót üldözni fogunk, és végre Magyarország nem lesz egy következmények nélküli ország. És ez egy csoda lesz. Csak akkor fog sikerülni, hogyha mindenki föláll a székből, a fotelből, nem csak az interneten megosztásokkal segít minket, nem csak anyagi támogatással, hanem igenis aktivistaként aláírásokat gyűjt, kopogtat, házról házra megy, beszélget az ismerőseivel, a barátaival, idegenekkel is akár egy falusi kocsmában, és meggyőzi őket, hogy a szemüknek higgyenek és ne a Fidesznek. És hogy most valóban van változás, de ehhez mindenkinek össze kell fogni. Most nem lehet a különbözőségeket nézni, nem lehet a kifogásokat keresni, más ízlésűek vagyunk, én is nagyon sokat kritizáltam a 2015-i kormányt, de most teljes összefogás nélkül nem tudjuk legyőzni Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát. Ahhoz, hogy a gyermekeink itt élhessenek ebben a hazában, ahhoz most össze kell fognunk. Most visszakanyodva a beszélgetés elé, csak lezárásképpen, szeret fogadni? Mert nem szoktam fogadni. Londonban például jó híreket kapott el az oldalról, hogy a fogadóirodák, vagy ha nem is a fogadóirodák, hát 40%-ot adtak az ellenzék győzelmének. Én azért azt szoktam mondani, hogy én körülbelül ezt tartom reálisnak. Hogy most van 40% esély Orbán Viktor leváltására, de mielőtt valaki megijed, hogy ez kevesebb, mint 50%, igen, kevesebb, mint 50%, de az elmúlt 12 esztendőben soha nem volt még ekkora esélyünk, hogy legyőzzük Orbán Viktort, és ne haragudjon, én a politikai karrieremet egy olyan választáson való győzelemmel szereztem, ahol nekem pontosan 0% esélyem volt, de őszintén szóval mind a 3 választáson, ahol győztem, az elemzők, a közvélemény kutatók, azok mindig más eredményt jósoltak. Én azt gondolom, hogy most is abba kell hinni, és azért kell dolgozni, hogy megtörténjen a csoda. Óriási remény van arra, hogy most először valódi esélyünk van leváltani ezeket a gazembereket. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm.